Jó estét kívánok! Újabb és újabb részletek derülnek ki a Völner ügy nyomozati anyagából. Ez lesz az első témánk mai vendégeimmel. Köszöntöm Rácné Földi Juditot, a DK elnökségi tagját. Magyar Zoltánt, a Jobbik országgyűlési képviselőjét. És Németh Pétert, a Népszava főszerkesztőjét. És mielőtt beszélgetünk, nézzünk meg egy nagyon rövid összefoglalót a mai nap eseményeiről, hiszen attól volt hangos a sajtó egyébként, hogy kék villogóval vajon mekkora fájdalom járni vagy nem járni a forgalomban. A végrehajtói kar letartóztatott elnökét 2021. május 12-én a Villányi úton megállította egy rendőr, hogy ellenőrizze, miért van az autóján kék villogó, írta meg a 444. Az autó Sadul cége vásárolta, de átadta üzemeltetésre egy magánmentőszolgálatnak, így került rá a kék villogó. Sadul jogellenesen és rendszeresen használta a megkülönböztető jelzést a nyomozati iratok szerint. A portál azt írja, a rendőrség ezért vissza is vonta az engedélyt. Az, hogy milyen járművek használhatnak megkülönböztető fény- és hangjelzést, kormányrendelet határozza meg. Az ügyben megkerestük az ORFK-t is. Amennyiben megérkezik válaszuk, közzétesszük. Ha valaki olvassa a kommenteket egyébként, ami a hírekhez kötődik, akkor egy kicsit úgy tűnik, hogy elmegy a fókusz igazából a főiránytól, hogy itt azért arról van szó, hogy pénzek mozogtak, arról van szó, hogy itt végrehajtók kaptak praxist, ehhez képest olyan kvázi piti ügyekkel foglalkozunk, mint hogy kék villogó, ez mekkora fájdalom egyébként, hogy most azzal lehet vagy nem lehet menni a buszsávba, illetve hogy egyáltalán hol van az az ember, aki mondjuk letartóztatás alatt van. A jó magyarázata van ennek egyébként, mert az egész ügyet leviszi a földszintre, arra a szintre, ahol az emberek nagyon jól értik. Mert mindenki szeretne egyébként a dugóba a buszsávon menni, és akkor vannak kiválasztottak, akik mehetnek. Itt azért vannak érdekes trükkök, amiket még tanulásként is érdemes átvenni, hogy veszek egy autót egy mentős cégnek, az visszaadja nekem, és akkor már rögtön lesz egy villogom, szóval tanulunk belőle. Mennyire tipikus nem ez az egész történet? Tehát valóban egyetértek azzal, hogy nem a lényegi dolog ez a kék villogó, de azért jól mutatja azt, hogy mégis milyen országban élünk. Tehát 100 milliókat lopnak a legkiszolgáltatottabb emberektől, ezeket visszaosztják a politikának, telefonálásokra intéznek el komoly praxisokat, és emellett még a mentőszolgálat, magánmentős cég villogójával is visszaélnek. Tehát valahogy így működik ez az ország is. Ugye az alap történet az, hogy ők egy ilyen végrehajtói maffiát működtetnek, és a legnagyobb szomorúság ebben a történetben az, hogy mondjuk Varga Judit nem szólal meg, az, hogy egy Völner pár még szabadon mászkál. Mindeközben olyan embereket ítélnek el, és olyan embereket raknak ki utcára sok esetben, ahol több gyerek van. És olvassuk tegnap, hogy sírt az egyik végrehajtó. Hát akkor kellett volna sírniuk, amikor kilakoltatták ezt a több tízezer családot. Szóval az alap dolog az, hogy a Varga Judit nem szólal meg, amikor már pontosan tudjuk, hogy a SAD bejáratos volt hozzá. Tehát az igazságügyi minisztérium parkolójában adják át a kenőpénzeket. Szóval ne felejtsük el, hogy ez az alap, és erre igenis kellene, hogy válaszoljon a kormány, igenis meg kellene, hogy szólaljon a Varga Judit, nem pedig cinikusan elmondani egy újságírónak, hogy hát ő kiadott egy hónapja egy közleményt, mindenki olvasgassa azt. Hát, hogy ő nem tud semmiről, tehát igazából ez az ő megszólalása. De ugye azt tudjuk, hogy ez nem így van. Tehát ugye tudjuk, hogy ő mindenről tudott. És cinikusan csak annyit, hogy csatlakozzak, amit Judit mondta, hogy hát elég furcsán működik az a minisztérium, ahol súlyos döntések kikerülik a minisztert. Ugye látod, Pegazus ügyben is Völnerre dedikálta a feladatot, ő mossa kezeit, ebben az ügyben is, noha valóban megjelent az, hogy Sadl tárgyalt a miniszterasszonnyal, valamit kellene tudni, valamit egyébként Orbánnak is meg kellene szólalnia, más kérdés, hogy nem kérdezik meg tőle, nincs az a helyzet, amiben meg lehetne kérdezni, illetve ha van olyan helyzet, ott nem teszik fel azt a kérdést. Teljes mértékben egyetértek, hogy ez nyilván nem csak Völnerről szól, hanem a főnökéről, Varga Juditról, és igen, a nyomozati anyagokból kiderült, hogy rendszeresen bejáratos volt hozzá a végrehajtói kamara elnöke, és az Völner egy dolog, hogy szabadlában védekezik és mozog, de még a parlamentbe is be fog jönni adott esetben kétharmados törvényeket biztosítva a kormánynak. Tehát teljes abszurd.
Ahogy hát igen, érdekes lesz ez a parlamenti helyzet, ahol három olyan fideszes képviselő fog kétharmad nevében szavazni, például köztársasági elnököt, akik amúgy a jelek szerint a börtön kapujában állnak. Ahogy Péter is említette, ugye ez olyan szinten van, kvázi, amit mindannyian értünk, hiszen hogy hálunk a dugóban, és valaki elmegy mondjuk kék villogóval mellettünk, akkor az mindannyiunknak tud fájni, vagy legalábbis felhúzzuk a szemöldökünket, hogy de szerencsés, hogy ő neki nem kell itt sorban állnia. Ugyanakkor például nagyon sokaknál kiverte a biztosítékot az, ahogy a nyomozati anyagból kiderül, hogy például hogyan beszélt a rendőrökről, hogy egy jó képességű rendőr állította meg, mondja ezt a telefonba, ami szintén egy olyan pont, ami hát egy olyan társadalmi rétegnek fájhat, akivel azért nem illendő így beszélni. Én azt sem nagyon értettem, hogy hogy lehet az, hogy fogja és odaadja a mobiltelefonját a rendőrnek, hogy beszéljen ezzel a mentőssel. Én azt gondolom, hogy a rendőrnek nem dolga az, hogy beszéljen bárkivel, akit átadják neki a telefont, végezze a dolgát, van-e engedélye, nincs engedélye, egyébként zárójel, ugye a történet nem fejeződött be teljesen itt a bejátszásban, mert újra megszerezte a kék villogót, tehát amikor ment a repülőtérre és távozni akart Magyarországról és lekapcsolták, akkor is kék villogóval ment, úgyhogy végül csak el tudta intézni. Húsában lehet, ez lett igen a konklúzió. De hogy igazából megteheti. Tehát élvezi egy olyan embernek a bizalmát, történetesen Varga Judit és Völner pár bizalmát, akik láthatóan védik őt, tudatosan nem szólalnak meg. Tehát ez az ember nem csak őket fedezi. Én találkoztam vele többször személyesen, hisz Mészáros Lőrinc elleni pereinkben ő volt a végrehajtó. Tehát az ő stílusa azért igen-igen kritikán aluli. Folyamatosan hárított és fedezte Mészáros Lőrincet. Tehát egyértelműen látszik, hogy ő ennek a belső körnek, tehát az Orbán Viktor közeli oligarha hálózatnak a szerves része és a kiszolgálója. Noha ez így van, és amennyiben mondjuk újabb és újabb részletek derülnek ki, lehet-e ez, és hogyha igen, milyen hatással a választásra, hiszen mindeközben azt látjuk, hogy mondjuk a Fidesznek a népszerűsége nem, hogy nem csökken, hanem még picit nő is. Kell, hogy hatással legyen rá. Ugye eddig nagyon sokat beszéltünk már a Fidesz korrupciós ügyeiről, de ennyire átélhető módon, ennyire bizonyítható módon azért kevés ügyet tudtunk feltárni. Ugye szomorú, de ez is egy véletlen folyamán került most elénk, hiszen eredetileg nem Völnert hallgatták le, hanem a végrehajtói kamara elnökét, ő csak a beszélgetések közben került ugye így előtérbe. Tehát ilyen formában el lehet képzelni, hogyha mondjuk a kormány minden tagját így megfigyelnék, vagy a fideszes országgyűlési képviselőket, akkor hány ilyen ügyről tudhatnánk? Van itt egyébként egy mély érdekes vonulat, hogyha a 444 podcastjét meghallgatjuk, akkor abból az derül ki, hogy ezt az anyagot, ezt a lehallgatási jegyzőkönyvet, ezt tulajdonképpen kormánykörökből kapták. Ők maguk mondják. Tehát valami olyan háború folyik egyesek között a NER-ben, aminek nem tudom, hogy ki a pontos célpontja, és mi lehet a végkimenetele, de az egészen bizonyos, hogy egymás helyére tülekedő, vagy egymás helyét el akaró foglalni emberek harcolnak egymással. És hogy ez hova fog vezetni, hogy ez hatással lesz a Fideszre, azt nem tudom. Az úgy tűnik, hogy az embereket nem érdekli, hogy térjünk vissza arra, hogy három olyan ember van, akiről áperté kiderült már, hogy megszegi a törvényeket, és eközben törvényeket szavaz meg. Ez nem zavarja az embereket, tehát hogy lehet, hogy a busszá fogja zavarni az embereket. Ami kiveri a biztosítékot. Nagyon röviden, mi az ellenzék feladata, hiszen amikor mondjuk ez az ügy kipattant, akkor elemzők azt mondták, hogy igazából kapott az ellenzék ajándékba egy témát így karácsony előtt, ami tényleg most már kommunikálható és be lehet állni mögé, és az ellenzék azt ígérte, hogy napirenden tartja ezt a témát, ehhez képest azt látjuk, hogy az újságírók azok, akik újabb és újabb részleteket hoznak elő, ez a kritika éri az ellenzéket, hogy nem ütik eléggé ezt az ügyet. Hát ez az ellenzék is, hogyha megnézzük Hadházi Ákos bejegyzéseit, ő újabb és újra nyomvonalakat próbál felszabadítani, és most is ezt teszi, tehát azért az ellenzék is foglalkozik vele. Most nincs parlament, tehát ilyen értelemben ott nem nagyon tudnak ezzel mit kezdeni. Abszolút a sajtóra kell, hogy hagyatkozzanak. A sajtónak egy része, 90%-os része pedig egyáltalán nem foglalkozik ezzel az ügyel. Fogalmuk sincs, hogy mi történik. Talán, ha azt mondanánk, hogy sádló, eszükbe nem jutna róla semmi. Jogos ez a kritika? Én azt hiszem.
Az egyik politikusunk, a Magyar Liberális Párt egyik politikusa bilincset vitt Völner Pálnak ugye névnapjára, jelképezve azt, hogy már ott kéne ülnie, úgyhogy szerintem mindent megtesznek az ellenzéki pártok, és ők is próbálnak kutató munkát csinálni annak érdekében, hogy ezt eljuttassuk a választóinkhoz is. Úgyhogy nyilván a sajtó szerepe ebben az elsődleges, és azért vesz prioritás, de szerintem a képviselők teszik a dolgukat. Nehezebb most persze, hogy nincsen parlament, de szerintem minden egyes párt megteszi, amit csak tud. Hát korlátozottak az erőforrásaink ellenzéki pártoknak, szerintem ez itt a legnagyobb probléma, és ezért érezhetik sokan azt, hogy nem eléggé foglalkozunk ezekkel az ügyekkel, miközben ha mondjuk megnézik a közösségi oldalon a felületeinket, vagy az ATV-s beszélgetéseket, akkor azért az látszik, hogy igyekszünk ezt kihasználni, vagy például most az ország minden postaládájába eljut az ellenzéki jelölteknek egy újság, ahol foglalkozunk ezzel az ügyel. No, menjünk tovább egy másik témára, hiszen a Transparency International kiadott egy újabb jelentést a korrupcióról. Ugye összesen 180 országot vizsgálnak, és Magyarország soha ilyen rosszul nem teljesített. Semmifajta korrupciót nem tűrök el, nem tűrtem el a múltban, és nem tűröm el a jövőben sem. Ennek ellenére a Transparency International felmérése szerint az elmúlt 10 évben a közép-európai régió országai közül Magyarországon romlott leginkább a korrupciós helyzet. A 11 közép- és kelet-európai uniós ország között Magyarország pontszáma esett a legnagyobbat a korrupciós értékelési index tekintetében, miközben Észtország és Lettország teljesített a legjobban. A visegrádi országok közül tavaly Szlovákia 9, Csehország 11, míg Lengyelország 13 ponttal kapott jobb értékelést, mint Magyarország. Az Európai Unióban a dánok, a finnek és a svédek a legkevésbé korruptak. A németek a 6., az osztrákok a 7. helyen vannak a listán. Magyarország a 27 tagállam közül a 26. helyen áll, nálunk csak Bulgária számít korruptabbnak. Az uniós átlagpontszám 66 pont, mi jócskán ez alatt vagyunk 43 ponttal. A kormány is reagált a korrupció jelentésre. Híradónknak azt írták, a soros hálózat ismét beszállt a magyar választási kampányba. Szerintük a Transparency International azért támadja Magyarországot, mert az ő érdekük az, hogy a baloldal kerüljön hatalomra. Ez pedig a kormány szerint a migráns betelepítésről és az LMBTQ propagandáról szól. 95 óta vizsgálja ugye a szervezet ezt a korrupciós indexet, vagy állítják össze. Magyarország soha ilyen rossz helyen nem volt. Mi értelme van egy ilyen listának, hogyha folyamatosan romlik? Ki figyel erre, mi a haszna? Ugye 10 év alatt 27 helyet esett Magyarország ezen a listán. Ez azért elég beszédes, ez láthatóan az Orbán kormányzásnak köszönhető. És hát ugye ezzel a jelentéssel együtt megjelent a Fekete Könyv 2.0, Ami ugye megindokolja, hogy pontosan mi miatt. És ebből, hogyha csak hármat emelek ki, rövid az időnk, a Mészáros és Mészáros Kft. 15 milliárd forint osztalékot fizetett ki 2020-ban. Orbán Viktor édesapja 15,7 milliárd forintot vett ki osztalékban 2020-ban. Mészáros Lőrinc vezette Hunges Hotel láncolat, több 10 milliárd forint állami támogatást kapott járványkezelésre. Mindamellett a támogatás átvétele után 3 hónappal több ezer dolgozóját bocsátotta el. Szóval, hogyha ezeket nézzük, és még mondhatnám a kaszinó bizniszt, Garancsitól elkezdve, tehát 2056-ig megkapták a koncessziós jogokat, elképesztő mennyiségű közpénzt használnak fel. Tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy ez a 12 év kormányzásnak az eredménye, és nagyon szomorú ezt látni, hogy ilyen súlyos helyzet van ebben az országban. Ezért kell április 3-án győzni az egységes ellenzéknek. Igen, soroljuk az ügyeket, és mégsem történik semmi. Mit tehet egy ellenzék, amikor például egy médiahatóságnak a vezetőjét 9 évre nevezik ki? Hát igen, meg kell nyerni a választásokat, ez a legfontosabb, és akkor tudunk ezeken a pozíciókon aztán majd hatalomból változtatni és döntéseket hozni. Én azért megnéztem a hasonló statisztikát, az Európai Unió szegénységi statisztikáját, és milyen érdekes, hogy abban is csak Bulgária előz meg minket negatív értelemben. Tehát itt valahogy a korrupció és a szegénység között én látok némi összefüggést, és sajnos teljes mértékben osztom, és én is ezt tapasztalom, amit ez a tanulmány igazából napvilágra hozott, és valóban nem csak egy sorrendről van szó, hanem komoly tanulmány van mögötte. Úgyhogy ez egy nagyon szomorú statisztika, és szerintem egyébként a jó hír az meg az, hogy egy kormányváltás esetén talán ez az a statisztika, amin a leggyorsabban tudnánk változtatni.
Péter, te hogy látod? Ugye az egyik oldala a dolognak az, hogy azt a kérdést tetted föl, hogy kép figyel oda. És a válasz megint ugyancsak az, mint az előbb volt, hogy egy ilyen média helyzetben nagyon nehéz eljuttatni az emberekhez. Pláne ezek a listák önmagukban talán az átlagembert nem is érintik meg. Ami feladat még április 3-a előtt, hogy valahogy el kell juttatni az ellenzéknek azokat a híreket, amit a média nem tud eljuttatni, amikben benne van ez is, hogy az előző ügy, az is egy korrupciós ügy, hogy Völner ügy, az is egy korrupciós ügy, hogy a legmagasabb szinteken folyik, és hogy ez az ország egyébként azért tart itt, mert a legfelsőbb szinteken korruptak a vezetők. Következésképp ez az egyetlen megoldás. Április 3-a már is mindjárt itt van, de még messze van. Tehát arra várni, hogy majd 3-án az emberek úgy fognak szavazni, nem fognak úgy szavazni, hogyha nem, ha semmiféle igazi információval nem rendelkeznek. Hoztam egy konkrét példát, ugye a médiahatóságnak a vezetőjét 9 évre nevezik ki. 5 is. Is. Ezzel mit lehet tenni akkor innentől kezdve, hiszen ha is amennyiben mondjuk van egy ellenzéki kormányzás, mondjuk 4 évre, számoljunk így, akkor is megvan, hogy például a médiahatóságnak ki a vezetője. Jogászokból és szakértőkből álló külön bizottság foglalkozik itt az ellenzéki pártok mögött ezzel a problémakörrel, és vannak rá megoldások. Tehát a kétharmad nélkül is létre lehet hozni egy párhuzamos szervezetet mondjuk, és az országgyűlés a korábbi feladatokat ennek az új szervezetnek delegálja. Innentől kezdve, még ha nem is tudjuk elmozdítani, valódi hatása nem lesz a maga alá, jelenleg maga alá tartozó területre például, de ez csak egyetlen egy apró példa. Tényleg komoly szakemberek dolgoznak azon, hogy ezek a helyzetek ne érjenek minket váratlanul kormányon. No, innen folytatjuk majd. Élelmiszerárakról is lesz majd szó, a nap kérdése, úgyhogy ne felejtsenek el szavazni. Önök is úgy érzik-e egyébként, a KSH adata szerint 4,1%-kal nőttek az élelmiszerárak, csak az élelmiszerárak a tavalyi évben. Hogy gondolják, és akkor már láthatják is egyébként az eredményt, hogy jelen pillanatban a többség úgy érzi, hogy hát valószínűleg egy kicsit többet drágultak az élelmiszerek. Mindjárt folytatjuk. Nem sokára az élelmiszerárakról fogunk majd beszélgetni, ehhez kapcsolódik egyébként a nap kérdése is, úgyhogy még szavazhatnak, lássuk, hogy most hogy áll egyébként a helyzet. A KSH adata szerint ugye tavaly 4,1%-kal drágultak az élelmiszerek. Önök hogy látják, önök is így érzik-e? Úgy tűnik, hogy volt egy kis változás, és 2%-kal többen gondolják azt, hogy ez így reális, még lehet szavazni. Előtte egy másik témával folytatjuk. Vendégeim Rácné Földi Judit, a DK elnökségi tagja, Magyar Zoltán, a Jobbik országgyűlési képviselője, és Németh Péter, a Népszava főszerkesztője. És mindjárt arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan fordulhat az elő egyébként, hogy valaki úgy kapjon állami támogatást, hogy maga a tevékenység, amire a pénzt kapja, az éppen rendőrségi vizsgálat alatt van. A kormány összesen 170 millió forintot juttat több határmenti településnek a mezei őrszolgálatok fejlesztésére. Vette észre a 444 a Magyar Közlönyben erről megjelent határozatot. A többi között Múrahalom, Röszke, Zákányszék, Ruzsa, Öttömös, Kelebia, Tompa, Bácsalmás, Ásotthalom és Domaszék kap pénzt erre a célra. Korábban Torockai László Ásotthalom polgármestere videót tett közzé arról, hogy a mezőrök éjszaka felfegyverkezve keresik az erdőben az illegális határátlépők nyomait. A társaság a szabadsági jogokért szerint ugyanakkor a mezőőrségnek ehhez nincs joga. A rendőrség feljelentésként értékelte az erről szóló közérdekű bejelentést, és jelenleg eljárást folytat közbiztonsági tevékenység jogosulatlan végzése miatt. És akkor lássuk, hogy hogyan fordulhat az elő, hogy úgy kap valaki 25 millió forintos állami támogatást, hogy közben maga a tevékenység egyébként, amire azt kapja, az úgy halljuk, hogy vizsgálat alatt van. Én innen a stúdióból nem akarnám megítélni, hogy a mezőröknek mi pontosan a jogosultsága és mi nem, de azért mindannyian tudjuk, hogy... Hát ezt vizsgálja a rendőrség. Ezt vizsgálja, tehát ez, erre majd pont kerül, de az minden esetre egyértelmű, hogy az a párt, amit irányít az említett polgármester, azért az a Fidesznek a fiók szervezete, tehát innentől kezdve olyan nagy meglepetést ne várjunk a vizsgálat eredményétől. Ez az egyik, a másik meg a Jobbiknak az volt egyébként a vélemény, amit most is tartunk, hogy önálló határőrségre lenne szükség, és akkor ezek a viták mindjárt nem lennének itt aktuálisak. Na, erről is majd beszélünk, hogy kinek lehet, vagy nem lehet a fiók szervezete. Egyértelműen a Fidesz kampányát segítik,
Ugye tudjuk, hogy ez a kis párt az elmúlt hónapokban csak ezen dolgozik, hogy az egy ellen jelölti tematikát megdöntve mondjuk az ellenzéki képviselőjelölteket nehéz helyzetbe hozza azzal, hogy ránk indulnak. Ezért most pénzt is kapnak láthatóan. Ugye itt megint az ellenségkép gyártása a célja a Fidesznek, hogy megint jönnek a migránsok, ezzel lehet majd riogatni a köztévében, holott ugye mindannyian tudjuk, hogy a Fidesz 55 ezer letelepedési kötvényt adott el, ugye elképesztő mennyiségű közpénzt pumpált ebbe, tehát hogyha valaki migránsokat hozott ebbe az országba, az pontosan a Fidesz. Úgyhogy ez a választási kampányuknak a jól szervezett része. Péter, ezt te is így látod, hogy a Mi Hazánk egyébként pont az ellenzéktől Először azt gondolom, hogy minden olyanra ad a Fidesz pénzt, ami úgy érzi, hogy az ő kampányát segíti. És valóban itt, hogyha történetesen, és ők is tudják egyébként ezeknek a Csongrád megyei településeknek a vezetői, hogy mi az, amire tudnak pénzt kérni. 25 millióról beszélünk például, ugye torockai települése kapcsán. Nyilvánvaló, hogyha a kormányhoz fordul, hogy mi migránsokat akarunk megfogni, akkor arra korlátlanul fog pénzt kapni. Pláne, ha még fog is egyet, akkor még többet fog kapni erre, mert ezt mind föl lehet mutatni. Tehát, hogy még nagyobb nyomás van a határon, ezt akarja, és akkor visszatérhetünk oda, ahol az előbb abba hagytuk, hogy a soros bérencek ezt akarják, Brüsszel ezt akarja, és majd még abban is fogunk találkozni, hogy LMBTQ ügynökök szögdösnek át a határon, hogy érzékenyítsék a gyerekeket, szóval ettől sem állunk messze. Az egyébként külön elképesztő, hogy valóban nem lesz az vizsgálatban szerintem semmi, miközben törvény tiltja, hogy ezek a mezőrök fegyverrel felszerelkezve járkáljanak a határon, és próbáljanak embereket fogni. Elemzők, vagy egyes elemzők azt mondják, hogy a Mi Hazánk egyébként pont a Fidesznek árthatna, hiszen egy olyan réteget szólítanak meg, az oltás elleneseket, ugye a tüntetésen is nagyon sokan részt vettek, akikhez a Fidesz igazából nem tud szólni. Miért az ellenzéknek árt, és miért nem a Fidesznek? Minden olyan induló, aki nem az összefogás színeiben áll szembe a Fidesz jelöltjével, az a kormányváltás esélyét csökkent, és egyértelműen a Fidesznek kedvez ez a helyzet. Hiszen a Fidesz tábora az rendkívül egységes, rendkívül aktív, ezt mindannyian tudjuk, és egészen biztosak lehetünk benne, hogy egy irányba fognak szavazni. Ahol van némi tér az elbizonytalanításra, azok a szavazók, akik vagy nem rendelkeznek komoly pártelkötelezettséggel, és mi ellenzéki képviselőjelöltek éppen őket szeretnénk elsősorban megszólítani, vagy pedig a csalódott ellenzéki szavazók ilyen-olyan okokból, tehát nyilvánvalóan ez a megosztottság, ez a Fidesznek kedvezne. Említettem, hogy egy olyan bázishoz szólnak az oltatlanok, vagy az oltástagadókhoz, akikhez más egyébként nem. Mert vannak témák, amelyeket a Fidesz nem vehet fel a napirendjére. Nem lehet oltás ellenes a Fidesz, miközben egyébként próbál az elején úgy viselkedni, mintha az ellenzék lenne oltás ellenes. Ez lekerült a napirendről. Minden további nélkül viheti tovább a Mi Hazánk, mert az a szélsőséges réteg, amelyik a Mi Hazánkra fog szavazni, az ugyan kell a Fidesznek, de nem meri kimondani, hogy ez kell nekem. Viszont óriás plakátot kap. Tudjuk, hogy többé-kevésbé a Fidesz oligarchák kezében vannak a közterületi reklámok. Ha körbenézünk, akkor ezek az oltás ellenes plakátok, a Mi Hazánk oltás ellenes plakátjai Fidesz helyeken ott virítanak. Hol éri meg mondjuk egy Mi Hazánknak akkor ez a titkos szövetség, hogyha önök így fogalmaznak, hiszen mondjuk Torockai egyértelműen azt mondja, hogy teljesen kizárt, hogy ha és amennyiben mondjuk bejutnak a parlamentbe, amikor zárójelbe jegyzem meg a TASZ felfüggesztését is indítványozni fogja, ezt is mondta, nem fognak összeállni a Fidesszel. Hát azért látjuk, hogy szavaznak mostani képviselőik. Tehát a Fidesszel együtt szavaznak. Természetesen. Képviselő úr jobban meg tudja mondani. Tehát a mostani Mi Hazánkos képviselő együtt szavaz a Fidesszel, tehát kétségünk ne legyen. És ez a választás, ez arról szól, Fidesz vagy nem Fidesz. Igen. És a nem Fidesz képviseli az egységes ellenzék. Tehát nincsen harmadik, tehát hogy nincsen kiskapu. A Fidesz vagy az ellenzék, tehát ő tudatosan minket akarnak ezzel gyengíteni.
tényleg együtt szavaznak a Fidesz-szel. Ők a Fidesz része. Őszintén remélem, hogy majd eljön egy olyan ország, amikor újra ráérünk apró ideológiai kérdéseken, vagy bármilyen más technikai ügyeken vitatkozni mi ellenzéki politikusok és pártok, de ez az idő csak akkor fog eljönni, ha megdöntjük Orbán Viktor rendszerét, egy normális országot építünk fel, egy tisztességes választási rendszerrel, médiahelyzettel, és akkor majd utána a különbségek újra fontosabbak lehetnek, de egyelőre erről szó nincs. Egyébként ne felejtsük el, hogy ezt az egész LMBTQ ügyet kikezdte el. Ugye Dúró Dóra a mesekönyvvel. Láthatóan megmérték, hogy erre van-e társadalmi fogadtatás, és ha társadalmi fogadtatás van, akkor ezt nyugodtan át lehet venni mainstream témává. És ez történt különben. Tehát elindult egy ilyen teljesen extrém kezdeményezésből, és ma hol tartunk, törvény van, népszavazás van róla. Egyébként egészen nevetséges elfajzásaival találkozunk, ugye mesék átírásával, feljelentésekkel. Szóval, hogy azért sem teljesen igaz, amit az előbb mondtam, mert bizonyos témát igenis beemelt magához a Fidesz abból, amit kipróbálta Mi Hazánk. Nagyon röviden, mert tovább kell mennünk. Mi a véleményed arról, hogy ezek a kispártok egyébként valóban bekavarhatnak kvázi a választásba, ugye Gattyán, Varga Dom Andrea párt? Hát szoros, ugye a politikusok ezt jobban tudják, meg jobban mérik, de egészen biztos, hogy billegő környezetbe be tudnak szavarni. Igen, tehát országosan nem valószínű, de pont azokban az érzékeny választókerületekben, ahol 1-2% van az Egyesült Ellenzék és a Fidesz jelöltje között, ott akár döntő is lehet. Ezért fontos felhívni a veszélyükre a figyelmet. No, akkor menjünk tovább a nap kérdésére, és lássuk, hogy hol tart a szavazás. Ugye arra voltunk kíváncsiak, hogy önök is úgy érzik-e, a KSH adata szerint 4,1%-kal drágultak az élelmiszerek, és hát a többség úgy érzi, hogy nem, sokkal nagyobb drágulás van szerintük, viszont 8%-a megkérdezetteknek, illetve hát a szavazóknak, bocsánat, azt mondta, hogy szerintük ez így van, és ez reális. Reális vagy nem reális, kezdjük ezzel. Szerintem abszolút nem reális. Ugye ezt mindannyian érezzük napról napra, ugye járunk bevásárolni, és elképesztően nagy áremelkedést tapasztalunk, nem csak élelmiszerboltokban, hanem mindenhol. Tehát a napi megélhetésünk drágult elképesztően, és ugye ne felejtsük el azt, hogy az állam most próbálja bezsemelni, hogy ezt ő tette, hogy hatósági árak vannak, hogy mennyire jól csinálják. Azért ne felejtsük el, hogy nagyon-nagyon sok olyan kisvállalkozót hoztak ezzel kellemetlen helyzetbe, akik családi vállalkozásként üzemeltetnek boltokat, és bizony igen-igen kemény hónapokat élnek meg most, emiatt az intézkedés miatt, holott ezt úgy kellett volna megtennie, hogy az állami kasszából. Tehát annyi mindenre oszt ez a kormány forrásokat, annyi havert kiszolgálnak, tehát miért megint mástól várja el, hogy más engedje el az ő hasznát, és úgy segítsünk a magyar embereken, ez az ő kötelező feladata lett volna. Olyan sokszor hivatkoznak kormányzati szinten Lengyelországra. Hát most érdemes lett volna példát venni róluk. Tehát a lengyel kormány bátor volt, és áfát csökkentett az alapvető élelmiszerek területén, csak hát ezt az Orbán kormány nem merte megtenni, hiszen azért egy áfa csökkentés az egy nehezebben visszavonható intézkedés. Még ez a néhány termék esetében bevezetett ástopp, ez egyetlen rendelettel ugye módosítható. Hát ezért követeljük nagyon régóta, hogy az alapvető élelmiszerek tekintetében kellene egy általános áfa csökkentés, és az még mindig csak részlegesen tudná ezt a brutális drágulást egyébként ellensúlyozni. Én nem akarok senkit a KSH-nál megbántani, nem tudom a munkamódszerük pontosan, hogy néz ki, de hát ez a 4,2% ez elképesztő, tehát ez egy vicc kategória, havonta van körülbelül ez a 4,1%-os árdrágulás. Legalábbis az alapvető élelmiszerek tekintetében biztosan vagyok benne, hogy ennél sokkal több. Vagy itt valami simlisség van a dologban, vagy nem tudom, vért izzadtak azon, hogy minden terméket megtaláljanak, és tényleg a legkomolyabb luxus termékek árdrágulását, ami lehet, hogy kicsit lejjebb húzza az átlagot, azt is beleszámolták, csak hogy kijön egy baráti szám, de hát aki jár vásárolni, az szerintem csak kínjában mosolyog ezen a dolgon. Ugye Orbánnak az egyik állítása az, hogy az infláció kívülről jön.
Már ez egy hazugállítás egyébként, nyilván kívülről is jön, de ugyanolyan mértékben. És olyan válaszokat ad rá, mint ez például az élelmiszerárstop vagy a benzinárstop, amelyben nem a saját zsebéből vesz ki, hanem azoknak a zsebéből, akik ezen porul járnak. Tehát a kereskedők, ugye éppen a mai Népszavában írtuk meg, hogy ha tovább emelkednek az olajárak, akkor nagy eséllyel ezek a benzinkutak, amelyek ma fix áron árulják, és kisebbek, és nem tudják azt a terhet elviselni, amit a MOL el tud viselni, ezek tönkre fognak menni. De most mégis ez egy nagyon jó kampányintézkedésnek tűnik, ráadásul gyorsan csinálnak rá egy közvéleménykutatást, amire ugye azt a bonyolult kérdést teszik fel az embereknek, hogy örülnek-e annak, hogy nem kell többet fizetni. És milyen meglepő az a válasz egyébként, de az a meglepő, hogy a 40% azt mondta, hogy nem örülnek. Szerint egyébként 57% az, aki azt mondja, hogy igen, ez szerintük érezhető és jó. Hát meglepődtünk. Ha és amennyiben mondjuk, akkor ez csak és kizárólag kampánytéma, és ha és amennyiben mondjuk marad ez a kormányzat, akkor onnantól kezdve viszont mit tudnak tenni, hiszen ha egyik pillanatról a másikra megszüntetjük ezeket az élelmiszer és benzinár stoppokat, akkor az ő kormányzásuk alatt is ugyanúgy elszabadulnak az árak. Ezt nem valószínű, hogy bevállalná a kormányzat. Hát most február 15-től biztos, hogy meg fogja hosszabbítani sajnos a benzinár stoppot a választások. Miért sajnos? Hát azért, mert ahogy említette Péter is, szóval a vállalkozókat ezzel igen-igen megfojtja. És mit tesz? Azt mondja, hogy nem bírod üzemeltetni? Tehát nem bírsz hasznot termelni? De a vállalkozók kvázi kevesebben vannak, vagy kevésbé látszanak, hogyha szavazatokról van szó, mint az egyszerű emberek, akik sorban állnak a benzinkutaknál. De csökkentsen jövedéki adót. Tehát van erre megoldás? Van erre példa? Tehát van erre európai szintű példa? Tehát az nem kifogás, hogy az Unió nem engedi. Ezt most már látjuk, hogy nem. Tehát csak más meglépte azt, hogy jövedéki adót csökkent. Ha ő valóban segíteni szeretne, Akkor segítsen úgy, hogy lecsökkenti a jövedéki adót, nem hozza nehéz helyzetbe a benzinkút hálózatokat, nem hozza nehéz helyzetbe a magyar embereket, és nem érezzük azt, hogy ez pusztán választási kampányfogás, nem pedig valós segítség. Mi valós segítséget szeretnénk az embereknek, és hogyha kormányváltás lesz, akkor mi az áfa csökkentésekkel és ezekkel az adócsökkentésekkel igenis segíteni szeretnénk. 2021-ben több mint 200 milliárd forinttal több adóbevétel folyt be az államkasszába, mint amit tervezett maga a Fidesz kormány. Tehát azért ebből is látszik, hogy van mozgástér, lehetne miből ezeket a járulékokat és áfákat csökkenteni. Mi a garancia arra, hogy mondjuk egy áfa csökkentésnél az a pénz, az valóban mondjuk az embereknél maradna, hiszen azt látjuk, hogy ahol áfa csökkentés van, egyébként szép Orbán lassan visszakúsznak az árak. Igen, hogy volt már áfa csökkentés, és tulajdonképpen a kereskedők egész nyelték be. De ugyanakkor mégiscsak muszáj arra emlékeztetni, hogy az Orbán kormány például a járvány kezdetekkor előírta az internet szolgáltatóknak, hogy ingyenesen szolgáltassanak, mert online tanítás van, és majd később kompenzálja. Eltelt több mint egy év, és nem fizették ki. És azok az internet szolgáltatók egy része most tönkre megy. Végszóra. Igen, hát lehet azért garanciákat elvárni. Etikai kódexet kell aláíratni a kereskedőkkel, ez is működik, nyugati példa. De mondhatnám azt is, hogy komoly ellenőrzéseket kell az államnak a tekintetben végrehajtania, hogy ez az áfa csökkentés valóban érzékelhető legyen az árakon. Akár az olyan élelmiszerláncokkal szemben, akik nem tartják be az etikai kódexet, akár kényszeríteni is lehet őket, hogy a beszerzési árat is kénytelenek legyenek feltüntetni. Tehát azért vannak itt európai megoldások arra, hogy valóban az emberek járjanak jól. Egyelőre úgy tűnik, hogy sokan, vagy a többség, aki szavazott, nem érzékeli ezt az árat. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Önöknek pedig köszönjük szépen a figyelmet. Holnap Lampi Ágnes fogja várni önöket. Maradjanak velünk, lesz híradó, és az Egyenes beszédben majd Rónai Egon várja önöket. Szép estét! We'll be right back.